Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit kis kunhalason. Megkérem az egybegyülteket, hogy mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, az óm námot hétszer közösen. A zen. Ha ezt a hangot tisztán hallod, gondolkodás nélkül, akkor megtapasztalod a zen lényegét. A te tudatod, az én tudatom, minden jelenlévő tudata, minden érző lény tudata ebben az ütésben, ebben a pillanatban egyé vált. A meditációnak nincs más célja, mint hogy az akaratlagos fogalomalkotást, megkülönböztetést és az emlékekbe való beleveszést megszüntesse. Legalábbis egy időre felfüggesse de ha csak a lényegben maradunk, akkor elveszítjük a szemünket, orrunkat, fülünket, elménket, szívünket. Ezért a lényeg tiszta terében, tiszta tükrében látjuk az igazságot. Azt, hogy a menyezet fehér, a terem oldalfalán festmények vannak. A madár csicsereg, Tavaszman. Az igazság látása csak a lényeg tapasztalatával válik teljessé. Hogyha ez a tükör torzult, törött, ráragadt a sok-sok hamis azonosulás, akkor a lényeg nem tiszta, ezért az igazság sem az. Legmélyebb, traumáinkat legkomolyabb téves nézeteink okozzák. A legkeményebb illúziókkal való azonosulás a legerősebb énelemet adja. Ahol nagyon igazad van, ahol csak neked van igazad, ahol másnak nem is lehet igaza, az a torzulat az, ami az abszolút foltja a személyiségednek. Ez az egoitásod ahol ennek az abszolútnak már nincs helye, mert eleget szenvedtél, vagy eleget szenvedtettél, ott elkezd a lélek lélegezni. Ott az abszolútból relatív lesz. Ott a titánium szilárdságú egófalból egy lélegző sejthártya lesz, amely ismét kommunikál, ismét érez, ismét valami többről szól, mint csak önmaga. A harmadik legfontosabb eleme a zennek a működés. Az igazság alapú működés, mert hogyha nincs meg a lényeg és nincs meg az igazság, akkor a működésből is csak túlbuzgalom, káosz, lustaság és egyéb lesz. Ezért mondja a közmondás, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Igen, ez a jó szándék, ez szokás alapú, kultúra alapú. Megfigyeltétek, hogy évezredek óta vannak jótékony emberek, és nem szűnt meg sem a szegénység, sem a járvány, sem a háború, sem az éhínség. Nem szűntek ezek meg, holott rengeteg jóindulatú ember rengeteg pénzzel, energiával segít. De min segít? A jelenség világon segít. Tüneti kezelést ad. De mi a lényegi kezelés? A lényeg az, hogy elérjük a lényeget, a mélységet, amelynél mélyebbre már nem lehet menni, az egységet, amelynél egyebb nincs, az ürességet, amelynél üresebb nincs. Ezek azok a fogalmak, ahol már nem lehet fokozni, nyelvileg sem. Ha a tudatod egyé válik, tapasztalja a lényeget. A lényeg tükrében látod az igazságot, az igazság fényében látod a teendődet, és elkezdesz cselekedni, működni, helyesen beszélni, helyesen gondolkodni, tisztán látni, hallani. A buddhizmus történetében nagyon sokáig az igazság és a lényeg nem különült el. Sunxhan Zemmesternek hála: ez a három dolog, hogy lényeg, igazság és működés vagy cselekvés. Ezek nagyon világosan elkülönülnek, de mint a háromlábú szék vagy állvány, ezek mégis a fejüknél egyben vannak. Mi ez a fej? Hol egyesül ez a három? Ez ebben a pillanatban egyesül. Nem a múltban, nem a jelennek egy hipotetikus, idealizált változatában, nem a jövőben, hanem ebben a pillanatban rossz szóval ezt szokták itt és mostnak nevezni. Azért rossz, mert valami misztikumot vársz. Mert azt hiszed, hogy ez tőled elkülönül. Ebben a pillanatban van a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Az egységtudat meghaladja az összes dualitást, és teremtetnek látja nem önmagukban létezőknek látja, nem tőlünk függetlennek, más lények vagy lény által alkotottnak. Így kell érteni azt, hogy eredetileg nincs jó és rossz. Ez a lényegi állapot. De az igazság az, hogy mi ezt megteremtjük. Mi megteremtjük a jót és a rosszat, sőt, más kezébe tesszük a teremtést és a felelősséget, és azt mondjuk, hogy ez nem miattunk van így. Ezt nem mi csináltuk, mi éppen, hogy ilyenek vagyunk, és máshol van a felelősség, mert mi csak teremtett lények vagyunk. Az egyetlen kiút ebből, hogy belássuk az általunk való teremtettségét ezeknek a minőségeknek, valójában minden duális minőségnek az, hogy befelé tekintesz, és megkeresed a karmádnak a forrását. Megkeresed az összes dualitásnak az eredetét. És ez az eredet pontosan az, ami a vég. Igazi önvalónkban találkozik az alfa és az omega. Ezért van ennek a pillanatnak ekkora jelentősége, mert csak ebben a pillanatban ébredhetsz föl. Csak ebben a pillanatban lehetsz ember. Csak ebben a pillanatban hozhatsz döntést, és az összes következmény is ide fut ki ezért ennyire kincs az idő és a tér. Ebben a térben és időben létezünk, találkozunk, élünk és halunk. Itt van dolgunk egymással. Itt látjuk azt, hogy az egyéni karmánk, a páros karmánk, a családi és a csoportos vagy társadalmi karmánk mennyire összefonódik. Belül van egy mikrokozmoszunk, és hogyha ott elkezdünk rendet tenni, akkor az egyéni karmát egy kicsikét megcsiszoltuk. Egy életni gyakorlás egy szútra szerint annyi, mint amikor egy énekes madár a szárnyával meglegyint egy gyémánt hegyet, és a cél az, hogy a hegyet koptassuk el. Ez csak az erőfeszítés mögötti motiváció, ugye? Semmi más. E mögött van egy olyan fogadalom, hogy életről életre a buddhiszatvák útját járjuk, Melynek jelentése az, hogy elérünk a lehető legmagasabb felébredettségi szintre, mely fölött még mindig van, és segítünk minden lénynek megtenni ugyanezt. Egy felébredettebb tudat kevesebb szenvedést teremt. Ha pedig nem szenvedünk és szenvedtetünk, akkor megnyílik az út a boldogság, a szeretet, a bölcsesség és az önzetlen segítség felé. Itt nyugaton nagyon szeretünk úgynevezett gyümölcsoldali praxist folytatni. Az azt jelenti, hogy ad nekem azt akár egyetlen szóval is, amire szükségem van, én azt hazaviszem, beteszem a szekrénybe, és szépen reggel, délbe, este cseppenként fogyasztom. Ehhez szoktunk hozzá. Ezt hívjuk logosz betegségnek. Hogy valami elméletből, valami kijelentésből, valami könyvből olyan lényeget tudunk meg, lehetőleg titkos tudást, amely által a megváltás bekövetkezik, és egy csapásra, csak azért, mert elhisszük ezeket a szavakat, megoldódnak a problémáink. És hogyha eleget tapasztaltál, és elég őszinte vagy, akkor tudod, hogy ez nem így van. Tudod, hogy a belső út az azt jelenti, hogy befelé tekintve rájössz, hogy az egyetlen kivezető út bent van, a látásban van, a lélektudatosságban van, a felébredés felé vezető úton van. És a bóthiszatva pont ezt csinálja, hogy elírja a lehető legmagasabb szintű felébredést, és segít másoknak megtenni ugyanezt. Nem mondja meg, hogy mi a szeretet. Nem mondja meg, hogy mi a boldogság. Nem mondja meg, hogy mi a felébredés, hanem megy az úton és segít másokat. Úgy tűnik, hogy csak a szenvedést kell elhárítani az útból, a téves nézeteket, a haragot és a kapzsiságot kell elhárítani az útból, és jól vagyunk. Nem kell megmondani, hogy mi a szeretet, mi a boldogság, mi a bölcsesség, mi az együttérzés. Csak az akadályokat elhárítani az elől, hogy te magad tapasztalt, hogy ezek a minőségek mi csodák. De a gyümölcsoldali praxis az azt jelenti, hogy főleg most a fogyasztói társadalom alkonyán szeretnénk mindezt megvenni gazdaságosan, árleszállítással, és hazavinni, és a csomagot kibontani és fogyasztani. A hagyomány ehhez képest úgy viselkedik, mint a kertészet. Ha kimennél a piacra, akár vehetnél facsemetét is bizonyos piacokon. Nem csak gyümölcsöt. És a hagyomány azt tanítja, hogy igen, bár nem vetted észre, neked van kerted. Nem csak konyhaasztalod. És vehetsz egy facsemetét, elültetheted a kertben, fölnevelheted, termőre fordíthatod, ufhatod, mecheted, és akkor gyümölcsöt fog teremni abból a földből, ami te vagy. Ez a felnőtt praxis. Nem várom gyermekként, hogy hipotetikus vagy valós szülők megadják azt, amit én kérek, és nekem csak jónak kell lennem, alárendelnem magam mások akaratának. A szellemi felnövekvés azt jelenti, hogy tapasztaljuk azt az autonómiát, ami szellemileg bennünk van. Ehhez viszont ide el kell jutnunk, és a puszta teremtetből meg kell látnunk a teremtőt is magunkban. Az ember egy rendkívül érdekes, ellentétekből összegyúrt paradox lény, aki képes a logikára, a racionalitásra, de nem csak arra racionális tudatunk körülbelül úgy működik, mint a halászháló, lényünk pedig akkora, mint a tenger, tengeri virágokkal, korallokkal, szörnyekkel, kis és nagy halakkal teli. Nincs hát más dolgunk, mint hogy azt az önvalót tapasztaljuk, amely a karmánktól független, mert ennek a teremtője, forrása, meglátója, és enyészete tisztítója egyaránt. A paradox lényünk része az, hogy látjuk a testünk mulandóságát, feltételhez kötöttségét és tökéletlenségét, és ezzel mi nem vagyunk békében. Nem akarunk meghalni. Mindenki élni szeretne. Ez annyira nyilvánvaló, a lelkünk ugyanez. Nem szeretnénk, hogy a lelkünk meghaljon, elsötétüljön, kárhozatra jusson, mások birtoka legyen. Mégis kik vagyunk mi? Látjuk gondolataink, érzelmeink mulandóságát, és rengeteg energiát teszünk bele, hogy ezek megmaradjanak. Nem mindegyik, csak a jók, ugye? A jók, azok. közben elfeledkezünk arról, hogy mindezek teremtője is bennünk van. Egymásban van. Paradox módon az, hogy te kimondhatod azt, hogy én, az valahonnan jön, ami nem az énség. Ami látja az énségedet, az nem azonos vele, ahogy a tükör sem azonos a tárgyával. Angolul azt mondanád, hogy I. Németül azt, hogy ich. Koreaiul háromfélét mondhatnám, mert nagyon udvarjas és rétegzett a nyelv. Csegá, csanön, nega. A nega a közeli, a csanön a szerény, a csegá az az általános. Attól függ, kivel állsz szemben. Hányféle énséged van? Alapból magyarul egy. Angolul egy. Kóriaiul már háromféle. Honnan jön mindez? Honnan jönnek a szavaid? Ehhez el kell csendesülnöd. Honnan jön az énséged? Ehhez éntelenné kell válnod, hogy ezt meglásd. És érdekes módon ez az éntelen látó az, amitől a személy megkülönbözteti magát a környezetétől. Amitől te tudatos vagy. Ezt a nem ént. Találta meg Sákiamuli Budha. Anátman szanszkritul, Anattá páliul. A hinduk a mai napig legyen az védánta, jóga, számkia vagy egyéb iskola, a legfensőbb énnel voltak elfoglalva. Ezt hívták átma Bráhmannak, a legfensőbb isteni teremtő én és ahogy ez már a tételes vallásokban lenni szokott, ezt abstrahálták, föltették a legmagasabb, háborítatlan, tusita mennyországba, aspektusokkal és attribútumokkal látták el, különböző méretű szakállak nőttek rajta, stb. stb. És hogyha te tapasztalati alapon szerettél volna bármihez jutni, nem tehetted ezt, csak a brámin, azaz az értelmiségi papi rétegen keresztül. És a buddha megtalálta azt, ami bennünk tényleg a lényeg, ami tényleg látja az igazságot és tud helyesen működni, csak ennek nincs személye. Nincs énsége, nincs istensége vagy embersége, ez a látó maga. Eredetileg nincs neve és nincs formája. Szemmel nem látható, Füllel nem hallható, bőrrel nem tapintható, elmével el nem gondolható, szívvel nem érezhető. De mégis ez az, ami benned kimondja azt, hogy én. És lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, és gondolkodik az elméddel. Hát ennél nagyobb ellentét párt nem is lehetne mondani. Mert bennünk van az, ami nem keletkezik és nem hal meg. De mégis kívül keressük. Bennünk van az, ami teremtett és teremtő, egymás mellett, egymásba fonódva, és mégsem tudjuk megkülönböztetni a kettőt egymástól, ezért szenvedünk és szenvedtetünk. Ezért van annyi hamis azonosulásunk, téves nézetünk, kapzsiságunk és haragunk. Ha mered az energiádat befelé fordítani, ha mersz látni, akkor minden elkezd a helyére kerülni. És eljuthatsz az egyé válásig. Ez az egyé válás minden ember leghőbb vágya, akárminek is nevezed, boldogság, megnyugvás, biztonság, hazatérés lelkileg. Figyeled, hogy mennyi minden rezdül benned, amikor ezt hallod? De hogy tudsz valójában hazatérni, mikor el se kell menni innen? Hogy találnál meg valami mást, valahol máshol, Valamikor, máskor, mikor ez a pillanat az egyetlen, ami van. Ezért mondta a régi kínai bölcsesség, hogyan találnál meg egy olyan ökröt, aminek már a hátán ősz? Senki sem látja most az orra hegyét, de rá tudunk tapintani. Ha tükröd van, akkor meglátod. De ha nem, akkor csak tapintod. A lélek mélyén ott van ez a látó, amely a tudatosság maga, hogyha helyesen használod. Testtudatosság, lélektudatosság egyszerre. Tapasztaltad? Használod? Vagy pedig teljesen fedett a tükör, mert az énséged rétegekben szépen rátette a karmát, mint a guánót, keményen, vastagon a válasz is benned van. Ha úgy érzed, hogy a helyeden vagy, járod az utadat, bírod az élet gyűrődéseit, és te nem gyűrsz vissza, még kenyérrel se dobod vissza, hogyha esetleg kővel megdobtak, akkor esélyes. Ha nem félsz a haláltól és az élettől sem, akkor valami ösztönös, tudatalan tapasztalás lehet. De hogyha hátra akarod hagyni, át akarod adni, akkor ennek tudatosnak kell lenni, és erre van a hagyomány. A hagyománynak az a szerepe, hogy felmutassa azt a kincset, amit magadban nem látsz, amit összecserélsz az énségeddel. És hogyha ezt letisztítod, hátra tudod hagyni a következő nemzedéknek. Sákyamuni Butha után mi vagyunk a 79. nemzedék a pátriárkák sorában. A kérdés az, hogy eljut-e a darma a 80-ig, a gyerekeinkig, a tanítványainkig. Ez a kérdés. És ha tesszük is, nem csak hallgatjuk és mondjuk, akkor esélyes, hogy igen. És más feladat nem nagyon van. A legtöbb pátriárkát csak névről ismerjük, egy párat így a művéről is, de annyit megtettek, hogy a következő pátriárkának átadták, ezt a zembotot, vagy hasonló relikviát. Nem csak azért fontos a darma, mert meditálni jó. Azért fontos, mert megvilágosító erővel bír. Ha megnézed a fiaink, unokáink feladatát, lennél a helyükben? rád azt a takarítást, amit a mi és az apáink és a nagyapáink generációi, mint hátralék fölhamoztak? Elég súlyos a házi feladat. Ehhez őket föl kell készíteni. Ha nem hozzuk ki magunkból a legjobbat, akkor az életüket lefokozottan elképesztő korlátok között fogják élni, és nem fogják hálával említeni a nevünket. leborulnak-e unokáink ott, ahol a sírjaink domborulnak? Ez nem egyértelmű. Van-e miért hálásnak lenniük? Találd meg! A legnagyobb kincs, amit adhatunk fiainknak és lányainknak, az a felébredés útja. Ezen lehet közösen mennünk. Úgyhogy, ha ebben tudok segíteni bárkinek, akkor tisztelettel várom a kérdéseket. Honnan tudom biztosan azt, hogy teljesen tisztán látok egy helyzetet, és nem vetítem rá a téves nézeteimet? Hogyha tanító, tanítás és tanítványi közösség viszonylatában vagy, akkor a tanítód is mutatja, mint a tükör a tanítás értése és követése is láttatja, hogy számodra ez világos, és a szanga, a tanítványi közösség is visszatükrözi, nem azzal, hogy mindenki szétsimogat, hanem azzal, hogy harmonikusan illeszkedsz abba a közösségbe, amely a tant gyakorolja. Tehát ez a hagyomány. A mindennapi élet pedig úgy mutatja, hogy kevés hibát követsz el. Sokkal inkább tudsz önzetlen lenni, segíteni, együtt érezni, és ez nem tesz sebezhetővé. nem tesz manipulálhatóvá. Köszönöm. Szívesen. Mi volt az az életedben az a, az esemény vagy trauma, ami elindított ezen az úton? Mi hozott téged ide erre az előadásra? Elég régóta figyelem a, a videóidat, és hát szerettem volna személyesen is találkozni, illetve meglátni. Én nagyon régóta figyeltem mester mesterképeit Igen. az interneten, és szerettem volna személyesen találkozni vele. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Tudom, hogy mindig volt a kérdés, de. No. Többet vártál, ugye? É, hát Valami zaftosat. Hát... hát én is ennyért ide jönni. Mm. Halasról halasra. Hát hogy? Elég volt ez? Mindenki annyit kap, Amennyit be tud fogadni. Tehát, ha csak kíváncsi vagy, akkor részben, de nem egészben a kíváncsiságodat kielégíti a darmabeszéd és mész haza. Én 24 évesen láttam, hogy nagyon sok minden lehetek, de senki sem voltam. Sok felé elindulhatok, de egyetlen lépést sem tettem. Az addig felhalmozott kettő négy éves érdeklődéseim. Hoztak részeredményt, de valójában semmilyen úton, semmilyen célt nem értem el, és egy óriási identitásválságban voltam. Éjjel és nappal. Álomban és ébrenlétben. Láttam magamat, mint nagyon sokféle szerepben megjelenő színészt, de nem találtam a rendezőt. És elegem lett az egészből. Különösen abból, hogy a saját kultúrám, a saját szüleim, a saját tanítóim, nem tudtak megfelelő választ adni, pedig azért körül voltam véve, ugye szüleim orvosok voltak, a nagybátyám adventista prédikátor, a baráti körben építésztől kezdve nagy tudású, később ö, nyelvi, kulturális feladatokat vállaló emberik, tehát ezért nem voltam rosszul el, eleresztve egy csoport szintjén sem, család szintjén sem, és elégtelen volt számomra mindegyik. És akkor egy jó barátom azt mondta, aki már akkor 7 éve ismert, hogy szerintem nekem a zen segíthet, segített. Ez volt 33 éve. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Nekünk második házasság a párommal mind a kettőnknek, és van egy 14 éves gyermekünk, Kamasz. Közös vagy mozaik? Kö ő már közös, igen. igen és felteszi nekünk naponta azt a kérdést, hogy hogy kezelje a társait, ugyanis a fiúkban nem látja azt a tiszteletet, ami az ő lelkéből adódik, és valamilyen szinten elvárná, hogyha ő tisztelettel van a társai felé, akkor ő is szeretné ezt viszonzásul kapni. És adunk neki tanácsokat, meg ugye magunkból, de hát ugye 70-es években kicsit más, úgymond világ volt, te mit javasolnál, hogy mit mondjuk neki, hogy hogy kezelje a társait, amikor ő vágyik arra, hogy egy kicsi udvarlás, egy, egy pici kis tisztelet a, a fiúk irányából felé, hogy hogyan kezelje ennek ellenére a támadásokat, mert nem úgy udvarlást történik. Mi a keresztneve a kamasznak? Kat, a emese. Emese. Kedves emese. Hol tapasztalod ezeket a társakat? És akkor elmondja, hogy hol, iskola vagy egyéb Iskola. 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 Ugye nem csak az iskolába jársz, hogyha közösséget szeretnél. Lehetsz te sportegyesületben, szakkörben, lovaglócsapatban, harcművészi egyesületben, nagyon sok helyen. Fordulj tisztelettel mindenki felé, de ne várd, hogy ők viszont tiszteljenek téged, mert a világ nem olyan, ami ennek te szeretnéd. Viszont elkerülhetsz olyan helyre, ahol hasonló gondolkodású lények vannak, mint te, hogy a kölcsönös tisztelet egy minőségibb kapcsolat, mint egymás semmibevevése, megvetése, leminősítése, vagy még rosszabb. Találd meg ezt a helyet, és akkor kölcsönös tiszteletben fogtok fordulni egymás felé, ebből tudsz töltekezni, és kibírni azokat a környezeteket és társakat, akik ezt nem viszonozzák. Erényed az, hogy te tisztelsz mindenkit. Hátrányod az, hogy ezt elvárod mindenkitől. Értem. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Emese is jöhet gyakorolni a templomba, ha szeretne. Ott olyan társakat talál, mint gyakorló társakat, akik biztos, hogy tisztelni fogják. Rendben. Köszönjük szívesen. szépen. Egyéb kérdés? Sok euh, tanító a fejből a szívbe helyezi a figyelmet, a zen pedig a köldökre. Mit mondasz erre? A zen a figyelmet most rád helyezi. Tehát a köldökcsakra az a zenben azért fontos, mert az az a pont, ahol az energiád és így a tudatod nem differenciálódik. A köldökcsakrától fölfelé, elindul az érzelmi differenciálódás, a beszédben és a gondolati. A köldökcsakrától lefelé elindul a fizikai differenciálódás, tehát gyermekgyártás és nemzetszaporítás. Ebben a pontban, ami a tantien névre, az energiakert névre hallgat, mindez még egyben van. Ez a legnagyobb csatoló felületed a teljes univerzumra. Úgyhogy ezért helyezzük ide a hangsúlyt, de ez csak a kezdet, mert ez az, ahonnan a teljes teret tudod érzékelni. Ahonnan bármilyen rezdülést, ami a térben előfordul, tudsz érzékelni és kezelni. Ez a nem ragaszkodás, nem azonosulás, nem énesülés pontja. Ezért látod, hogy a meditációban ezt a Mahamudra nevű tartást, ezt ide tesszük a köldök elé. Hát hidd el, hogy én föltettem azt a kérdést sokszor, hogy miért a köldökhöz tesszük ezt a kozmikus tartást, Alias Mahamudrát. Miért nem a szívhez, vagy a torokhoz, vagy a homlokra, vagy a fejem tetejére? Hát milyen jól néz neki? Nézd meg! Itt van a fejem tetején a Mahamudra bizony, és nem. Letesszük a köldökhöz. Nem azért meg kényelmes, meg lehet szokni, de nem kényelmes. Ez egy olyan tartás, ahol a test, a lélek és a tudatosság teljesen egyben van. Nem keletkező, nem megszűnő állapotban van. És innen a figyelem, innen a jelenlét. Egyéb kérdés? Van egy 11 éves kisfiam és egy 4 éves kislányom. Gratulálok. És köszönöm. Tűz és víz a két személyiség. De egy apától vannak? Nem. Nem, hát akkor, igen. De hogy tudnám segíteni őket abban, hogy nagyjából középre kerüljön az én képük, mert a kisfiamnak túl negatív, a kislányomnak pedig, hát egy kicsit. Milyen negatív. a viszonyod az apjukkal? Uh -huh. Ezt kell rendezni. Tehát. Legalább az egyik már nem a férjed. Úgyhogy innentől kezdve egy nagyon komoly feladat, hogy a gyermek érdekében egy funkcionális, tartós tűzszünetet így a gyerek számára egy egészséges, harmonikus karmát hordozó kapcsolat legyen. A gyerek mindig letükrözi a szülőket. Mindig kökeményen. Az utolsó kvantumnyi karmát is a gyerek átérzi, és visszatükrözi. A szülő nagy részt nem látja. Azt hisz, hogy a gyereknek van baja. Nem. A gyerek letükrözi azt a bajt, ami a felnőttben, vagy a felnőttek között van. És hogyha a felnőttek között, mint párkapcsolat, vagy annak a maradványa, és azokon belül, az egyénben megvan oldva a karma, akkor a gyerekben is. Az nagyon későn jön, ugye serdülőben már jön, hogy a sajátját bekeveri. A saját intelligens, individuális, már kicsit felnőttes reakcióját. Ez 7 éves kor alatt lehetetlen. 12-re, úgy körülbelül már ugye jön. De még mindig a szüleink függvényei és termékei vagyunk ebből a szempontból. Tessék az apjukkal rendezni a viszonyt, és akkor rendben lesznek. Oké? Okay? Oké, okay, köszönöm. Nagyon szívesen amikor az ember szembesül azzal, hogy mi minden van a karmájában, mert egy traumatikus élmény ezt a felszínre hozza, és egy kicsi ijesztő ez az egész történet, nem is kicsi, hanem elég rendesen, Ö, akkor mit tud tenni azért, hogy ezek így úgymond kitisztuljanak belőle? Ha valamitől nagyon félsz, akkor mi történik? Összeszorulok. És azután? Úgy érzem, hogy tehetetlen vagyok. És azután nagyon jó, haladjunk. Mondjad, ami jön. Tehetetlen vagy, és most jön az izgalmas pont, amitől féltél, bekövetkezik. Tehát összeszorulsz, a tudat tere a választási lehetőségek eltűnnek, tehetetlenség. A tehetetlenségben felgyűlik egy olyan energia, amely nem tud kimenni sehova, tehát kényszerűen jinné befogadóvá Teremtetté válik. És ekkor az, amit te tudattalanul, már tudattalanul kibocsátottál, a félelmed, az aggodalmad, az ijedelmed, az bevonza a tárgyát. És megtörténik. Tehát, amikor te egy karmára ijedelemmel, félelemmel reagálsz, akkor abban a pillanatban húzd vissza ezt az érzelmet, és lásd a karmát úgy, ahogy van, remény és félelem nélkül ez a záloga annak, hogy az kevesebb valószínűséggel fog bekövetkezni, mint hogyha nagyon erős negatív polaritást ragasztasz rá. Ha pozitívat, akkor tudatosan fog bekövetkezni nagy munkával. Ha negatívat, akkor nem tudod mennyi idő alatt, nem tudod mennyi tudattalan energiával, de akkor is be fog következni, mert egy negatív polaritást ragasztottál rá. Mihely duális viszony fűz a valóság egyik darabjához, megkötötted. A nyuszi és a sündisznó meséjét ismered? Amikor süni átmegy nyuszihoz, hogy elkérje a porszívóját, kölcsön egy vasárnapi takarításhoz? Itt a titok. Tehát a projekciók szép, lassú felépülését és Süni számára a bekövetkezését ez a mese nagyon jól mutatja. Úgyhogy ne jussunk el odáig. Tehát úgy lássuk a világot, ahogy van? Szia, Süni! Gyere be! Érted? Ez a valóság. Süni válaszát mindenki ismeri, azt most nem idézem. Úgyhogy nagyon vigyázzunk a reflexiókkal mert ebből teremtés lesz. Ne teremtsd meg azt a polaritást, amitől bekövetkezik az, amitől félsz. Lásd úgy, ahogy van, és akkor az okozatiság szépen megmutatja, hogy ez valójában hogy működik, mi a tényleges eredete. A félelemmel nem csak az a baj, hogy összeszorulsz, tehetetlen vagy, és egy borzalmas lélekállapot, a teljes lefokozott csak hanem az, hogy elveszíted az oké okozat látását. A remény ugyanilyen, a hiúvak remény, a csalfa, ugye? Ha félsz, ha remélsz, hajlik a tükör. És hogyha nem látod az oké okozat működését, akkor a trauma bekövetkezik. Nem tudtad megóvni. És abban mi segít, hogy én ezt a félelmet féle tudjam tenni, meg a reményt is féle A látás tenni. maga, a nem azonosulás maga, a szabadság és felelősség együttes tapasztalása. Tehát az, hogy a teremtő és a teremtett nem azonos. A tükör és a tárgya nem azonos. Amit te látsz belül, az csak egy keletkezett, teremtett dolog, az önvalóddal nem azonos. De benned van, mert megteremtetted. Ez volt a szabadságod. A felelősséged pedig az, hogy ezzel kezdj valamit. Ha valamit a hátizsákodba teszel, az ott van. Viheted egész életedben. Ráolvadhat a hátadra, de mégsem te vagy. De te döntöttél úgy, hogy beteszed az izsákba, fölveszed, magadra szíjazod, visszed, és azt mondod, hogy ez az én hátizsákom, ez az én karmám. Egyszer csak meg kell állni, le kell tenni az izsákot, kinyitni, kiugornak belőle a kis dinoszauruszok, és akkor azt benne hagyni, ami kell, és azt kirakni, ami nem kell. Pillanatról pillanatra. Félelem és remény nélkül mondd meg, ki szeretnél lenni tíz év múlva. Tudod? Ezért tud úr lenni rajtad a félelemben, nem tudod. Végy föl egy irányt, egy célt, érezd a motivációt, és legyen tiszta a szándék, hogy nem csak magadért csinálod. Előbb-utóbb eltűnnek a félelmek. Ha megjön, felolvad az éberség tüzében. Régi villanyrezsókra emlékszel? Nem ezekre az milyen puccos kerámi alapos dolgokra, hanem régi jó kis villanyrezsó, ami így tudott izzani, és nem volt ez a kapcsoló rendszer benne. Képzeld el, hogy rajta van egy égréteg. Bekapcsolod, leolvad. Utána véletlenül víz kerül rá, még hamarabb leolvad. Eltűnik, elpárolog. Utána már csak egy víz csepp, picit gurul, ezt láthattad, utána az is elpárolog. És hogyha olyan forró a főzőlap, hogy a leeső víz az útközben gőzzé válik, el sem éri. Na a tudatállapota ilyen, ha nagyon erős a tükröd, akkor a realitás látod ugyan, de egyáltalán nem érint, holott teljesen benne vagy. A tükör kicsit gyengébb, már rád csöppen, már picit fáj. Még gyengébb, rád rakódik. Szinte teljesen kihűlt, rád fagy. Ezt hívjuk kényszerű azonosulásnak. A meditációnak a japán karakterei szó szerint azt jelentik, hogy a tudat, felfűtése. És ekkor leolvad róla minden, a illúzió. Az éberség tüzében a karmád elolvad. Ezért meditálunk. Aztán teremted a következőt, ne aggódj, tehát nehogy, Tehát tisztán, mint egy arahat kisétálja meditációs teremből, de hogy Ott vár a pizza a sarkon de jó, nem ettem 21 napig, most aztán minden bele. Úgyhogy mi ezt szeretjük, emberek, megtisztulunk, hatalmas lemondás ellen elérünk egy szuper szellemi állapotot, megkapjuk a tanítótól a simit, jól csináltad, kimegyünk a teremből, azt a következő árokban úgy meghempergünk, hogy magunkra se ismerünk. 5 év, 10 év, 20-25-28, teljesen mindegy. Ha egyszer az ösvény begörbül, akkor a kígyó nagyon a farkába harap, és aztán elkezdjük az egészet előre. Ezért nem szabad félni és remélni. Ezek, ezek begörbítik az egészet. Rád, rád fagyasztják a karmát. Jeges félelem. Ütet? Úgyhogy lásd úgy, ahogy van. Lásd az eredetét, lásd a végét, lásd az, hogy hogy teremted, hogy tudod kezelni, mi az, amitől létrejött, megmarad, hogyan tisztul vagy pusztul. Erre mind rá lehet látni. Ehhez kell a látó. Jó? Köszönöm. Szívesen. A meditáció közben egyszer így érzi az ember magát máskor úgy. Valamikor úgy ülök le, hogy jó, hát ez teljesen könnyű vagyok, és ez nagyon fog menni. És egyszer csak azt érzem, úgy öt perc után, gondolom én, hogy öt perc, hogy leszakad a derekam a hátam, vagy a lábam, vagy én nincs is lábam. És utána alig bírok felkelni. A másik, teljesen be vagyok zsizsegve, éneklés után is teljesen feszült vagyok, minden bajom van, leülök, és úgy végülöm, mintha, mintha nem is történt volna semmi. Ez egy tudatalatti ö, zizegések ezek, vagy amikor vagy azt hiszi hogy, az hogy nagyon nyugodt vagyok, és mégsem. Hogy ezek a testi tünetek, ezek ezek hogyan működnek? És lehet-e velük tenni valamit, amikor éppen már lezsíbad a fél testen? Uh -huh. Az energia és az információ azonos vagy különböző? Energia és információ. Ügyes vagy. Nem mondtad, hogy azonos vagy különböző. Zent gyakorol, kérem szépen. De csak azt, hogy megnevezted őket újra, az most nem segít rajtad. Az energiából lesz az információ, és az információból lesz az energia. Erre azért tessék figyelni, mert ha leülsz, akkor az az energia, ami a testedet addig tartotta, ahogy mondtad, az kezdett eltűnni. Miért? Mert az a gondolkodás, az az érzelem, és néha az a verbalitás, amit addig tettél, műveltél, azt tartotta fönt. És a meditáció megszünteti az akaratlagos gondolkodást, a szándékos érzelem formálást, és a mi verziónkban legalábbis csendbe vagy meditáció alatt. Kivontad az, en az információt, így kivontad az energiát is. Amikor pedig énekeltél, akkor az információ egy teljesen más dolog lett, mint az addigi karmád, és ez a zsizsegés, ez a plusz energy, ami benne van a mantrában. Benne van az énekben. És az akkora tartalékot mozgósít, hogy végig 50 percet, és nem fájsz. Úgyhogy ezért szoktunk leborulni és énekelni meditáció előtt, hogy ezt a nagyon múlhandó, nagyon feltételezkötött kötött karmát te méltóztassák kiseperni a tudatodból. Úgyhogy ez egy nagyon fontos hozzáállásbeli dolog, hogy csináljuk akkor is, hogyha rosszul érezzük magunkat, és csináljuk akkor is, ha jól. A zen nem arról szól, hogy te közben jól vagy rosszul érzed magad. Arról szól, hogy tisztán látsz -e vagy sem. És a látásod mindig lehet tisztább. A centrumod, ez a tantien mindig lehet erősebb. Ez a nem tudható, de tapasztalható önvaló, mindig lehet mélyebb tapasztalás. Úgyhogy, ha van energia, ha nincs, tessék csinálni. Nincs rossz meditáció. Az egyetlen egy rossz meditáció az, amit nem végeztél el. Semmi több. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A táplálkozás és a folyadékbevitel az mennyiben befolyásolja a tudatállapotot? Nagyon. Bizonyos folyadékok bevitele után elalszol. <laughs> Először nagyon ilyen kis pityókás lesz, és így bum, vége. táplálkozás ugyanez. Először előtted a forma, benned az üresség. Utána előtted az üresség, és benned a forma ekkor is el tudsz aludni. Tehát nagyon könnyen hazavághatjuk magunkat, hogyha túl leszünk, túl iszunk. Viszont megfelelő mennyiségű víz bevitele, nem pusztán alkoholmentes, mert az ilyen cukros lötyök se jók, energitaidat felejtsd el. Tehát tessék szíves, tiszta vizet bevinni a pohárból az emberbe. Ez nagyon segíti a meditációt, mert nem csak, hogy olyan 66-70 ban víz vagyunk, H2O, hanem ez a fajta előtisztulás, amit a vízivás jelent, segít egy kicsikét a karmát is kipucolni, ami benned le van rakódva fizikailag. A vízivás egyébként, ha nem visszük túlzásba, ez a napi 5-6 liter, az már tényleg sok, hogyha nem végzel erős fizikai munkát napon. Úgy nem. De a napi két-három liter az teljesen normális. És akkor vagy rendben. Hogyha nem iszol elég vizet, akkor fájnak az izületeid, éget a homlokod, húzódik az összes inszalag, mert nincs egy olyan hidrobázis, rossz szóval, tehát egy olyan víz alap a szervezetben, ami az információt viszi, felfogja. A víz az elképesztő információhordozó. volt egy közelkeleti országban, egy forradalom után, egy orvos, aki több más értelmiségével együtt börtönbe került. Csak azért, mert ő az volt, aki. És a börtönben megtudták, hogy ő orvos, és azonnyomban azt mondták, hogy itt ez a rakás beteg, gyógyítsd meg őket. De gyógyszert azt nem adtak hozzá. Ismerős? Tehát amikor arról van szó, hogy végezel egy feladatot, de az eszközrendszer nincs meg hozzá, akkor valamit ki kell találnod, mert ha még a kísérletet sem teszed meg, akkor tényleg ott különböző fenyítések, meg egyebek vannak. Szerencsétlen orvos azt mondta az összes lázas, meg ilyen fertőzött olyan betegnek, hogy nincs más, értsék meg, jöjjenek ide rendszeresen, naponta háromszor, és ad nekik vizet. Ennyi. Ez lesz a gyógyszer. Ettől kell meggyógyulniuk. És az eredeti ítélet az olyan 4-6 hónap lett volna. És legnagyobb megdöbbenésére ez az orvos gyógyulást tapasztalt a betegek többségénél úgy, hogy semmi más gyógyszert nem adott nekik, csak vizet, de azt rendszeresen ennyit ott megitta, elment. Kész. És amikor ki akarták engedni, akkor azt mondta a börtönőrnek, hogy elnézést, maradhatnék még két hetet? És így ránézt, hogy maga itt? Hát mit akar? Elkezdtem egy kísérletet, és szeretném befejezni. Hát jó van, ha maga ilyen bolond. Befejezte, kijött, és megírt egy olyan könyvet, aminek az a címe, hogy nem beteg vagy, hanem szomjas. You are not sick, you are thirsty a doktor neve Batmangelidzs. Ja? És nyugodtan meg lehet keresni a könyvet, el lehet olvasni, az egész történet le van írva, saját szavaival. Tehát ennyire fontos, hogy megfelelő mennyiségű vized legyen. Úgyhogy ezért van a sétáló meditáció, amikor kimehetsz, és a kicsi ürességet elérheted. Az étel az meg teljesen más dolog. Annyit egyél, amennyi a gyomorkorgás megszüntetéséhez kell, ne lakjál jól lehetőleg, mert akkor így előre buksz, puff, vagy nagyon erős tantiened lesz egy idő után. És a másik az, hogy azért illik sétálni, mozogni, vagy legalább jogázni egy kicsit naponta, és akkor az szív- és érrendszer, nyirokrendszer, izmok, inszalagok, izületek egy picikét így át vannak szellőztetve. Ezt azért kell mondanom, mert a megfelelő mennyiségű folyadék az, az egyharmada. A nem túl sok, nem túl kevés étel, az a másik egyharmada, és a mozgás a másik harmadik harmada. És ekkor vagy a helyeden. Egyéb kérdés? Amikor az előbb feltetted azt a kérdést, hogy milyen szeretnél lenni tíz év múlva, akkor nekem az a válasz jött, hogy legalább olyan tiszta tudatú, mint te most vagy. Én azt szeretném tőled megkérdezni, hogy itt ebben a pillanatban mit tudok most tenni ezért. Azt tudod tenni, hogy most tisztán látsz, most tisztán hallasz, most tisztán érzel, gondolkodsz belül, és így félreteszed azt, hogy olyan tiszta tudatú szeretnél lenni, mint én. Ez az egyetlen gondolat, vagy kívánság az akadálya annak, hogy ez tényleg megvalósuljon. Jó? Szívesen. És ha már ennyire őszintét és gyönyörűt kérdeztél, bóthiszatva módjára, akkor azt mondom, hogy érett vagy a rendszeres gyakorlásra, és ha szeretnéd, akár itt Halason, akár Kiskunfélegyházán, vagy Szegeden, Uram, bocsá, Békés Békéscsabán, van zencsoport. És hogyha elmész és gyakorolsz, akkor tényleg lépéseket tehetsz, de valójában egyetlen lépés kell, mindig ide-vissza. Oké? Okay? Ha méred, ha összehasonlítod, soha nem fog elég lenni, megtörténni, hogy az lenni, amit szeretnél. Láttál távolról hegyet? Felmentél a csúcsára? Ugye, hogy mennyire más? Ezért nagyon régi japán harcművész történet, hogy az elképesztően elhivatott tanítvány oda megy, és azt mondja, hogy Sensei, én szeretnék úgy karatézni, mint ön. Hogyha nagyon keményen gyakorlok, ez mennyi idő? Tíz év. Ó, 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 mester, elnézését kérem, de én tényleg mindent megteszek, étnappal nappal éve gyakorlok, semmi másra nem figyelek, csak a karatéra. Mennyi időbe telik? Így már húsz. De mester, mester, hogyha én teljesen magát követem, a szolgája leszek, az életemben mindent tennek rendelek alá, és a nap 24 órájában gyakorlok és szolgálok, akkor mennyi idő alatt leszek olyan a mester, mint maga? Így soha. Megvan? De ha nem kezdesz -e gyakorolni, akkor biztos, hogy soha. így is köszönöd? Nagyon jó, örülök. Ezt azért kérdezem, mert az az illúzióvesztés kezdete. Lesz még több is. És annyira nem vicc, hogy akik kibírják az illúzióvesztést, és még mindig gyakorolnak, azok lesznek a tényleges bóthiszatvák. Akik az úton maradnak, és nem térnek le róla, akármi történik, akárki történik, akkor sem. Jó? Egyéb kérdés? Te mindig ilyen türelmes voltál, vagy ha nem, akkor hogy tanultad? Benne? Szerinted most türelmes vagyok? Hú, de kedves vagy. Nem, de mind a türelmem, mind a türelmetlenségem sokkal gyengébb volt korábban. A zen megadja azt a lelki erőt, azt a fajta jelenlétet, ahol az ember sokkal óvatosabban bánik az akaratával, mint korábban, mert tudja, hogy bekövetkezik. Tehát sem a türelemnek, sem a türelmetlenségnek nincs értelme, mint személyes hozzáállás. Mire van szükség ahhoz, hogy bekövetkezzék az, ami nem csak nekem fontos, hanem másoknak is? Erre szokták mondani afrikai régi bölcsesség. Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül. Ha oda akarsz érni, menjetek együtt. Na, ehhez kell a türelem. Tehát gyorsan fénysebességgel mindenki tud menni, gyakorolni, száznapos elvonulás, sok-sok 90 napos, meg évek. De ha oda akarsz érni, akkor minden nap. És néha közösen. Na, ehhez kell a türelem. Megtanultam azt, hogy türelmetlenségnek nincs értelme, ahogy félelemnek és reménynek sincs, hanem tessék cselekvésre váltani. Amit viszont nem tudok cselekvésre váltani, az türelemmel kell fogadnom. Mi az, amit most tudok tenni, most tudok gondolni, most tudok érezni vagy mondani, ez a négy nagy csatorna, hogy működik? És hogyha te a pillanatban tényleg tisztán jelen vagy, akkor sem türelem, sem türelmetlenség nem jelenik meg, hanem olyan szinkronicitás, ami pontosan azt mutatja, amire akkor szükség van. Nem többet, nem kevesebbet. Ezt hívják az ember helyzetfelismerésnek, kapcsolatteremtésnek és cselekvésnek. És mivel én úgy érzem, hogy ebbe bele tudom tenni azt az energiát, amennyit és ahogy jónak látok, ezért nem vagyok türelmetlen, de türelmes se. Akik engem ismernek, azok nagyon jól tudják, Úgyhogy ha a kettőt középre hozod, hogy egyik sem vagy, akkor az akaratod, mint a lézersugár. Ha türelmes, kicsikét szaggat. Türelmetlen, az is szaggat. Pont annyi, amennyi kell, amikor kell, töretlen. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én arra lennék kíváncsi, hogy a meditáció például alvás zavarok ellen megoldást jelenthet-e? Igen, de először a beszédek hallgatását javaslom a YouTube-on, azon biztos elalszom. Azért tudok türelmesen és együttérzően egyetérteni a mosolygó és bólogató hallgatósággal, mert látszik, hogy ez megtörtént. Sokszor. De először, amikor azt mondta egy tényleges, nagyon hálával bíró hallgató, hogy Szuné, én annyira hálás vagyok a beszédekért, mert elalszom rajtuk. Mondom, ezt én megértem, de mikor? Tehát mikor válik olyan unalmassá, hogy ez bekövetkezik? Nem, 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 nem érted? Eddig olyan alvászavarom volt, hogy éveken keresztül nem tudtam aludni, csak ilyen fél órákat. És utána mindig valami fölébresztett. Hallgatom, amit mondasz, és most hat órákat alszom éjszaka. És mondom, így már értem. Nagyon szépen köszönöm. De az se baj, ha rajta alszol el. Tehát a meditáció az. Természetesen, amikor önállóan végzed, illetve csoportban, amit javaslok, az az összes olyan tudatalatti aggodalmat, félelmet, akadályt elmozdítja, amit téged nem enged el aludni. Ami állandóan visszatol az éberség, hogy nem alhatok el, mert kettős pont. És akkor jön a lista. Úristen, mi lesz velem? Úristen, ezt nem tettem meg. Azt még nem intéztem el. És ez mind a tudat küszöb alatt van. Apám is elaludt, és Úristen már nincs életben, tudod? Igen. Úgyhogy ez egy, ez egy, olyan műfaj, hogy amikor ébernek kell lenni, akkor sajnos alszunk, és amikor aludnunk kéne, akkor pedig nem hagyjuk magunkat, és ilyen fél éberek vagyunk. A meditációval nagyon jól meg tudod különböztetni, hogy na most éber vagyok, tolva a száz százalék felé, és egy csak relé lehajt, biztosíték szépen alsó állapotban, főkapcsoló ki, és alszol. Az alvásra szükségünk van. Nem sokra, nem kevésre, de van. Anélkül, ha nincs tréning, meghalunk. Kóreában a leghosszabb alvás nélküli elvonulás az három hetes. Az átlag, amit telente végig csinálnak, az egy hetes. Ebből nekem is volt részem de 6 hét előkészítés van, egy hét nem alvás, és utána megint 6 hét, amiben kipucolhatod magadat. Ez a 90 nap 13 hétből így. Ez egy nagyon jó tréning. Nagyon egyenletesen föl, utazó magasságon végig, és utána szépen le. Ezt azért érdemes megcsinálni, szintén templomi ellenőrzött körülmények között, mert így tényleg megtudod, hogy mi van a tudatod mélyén úgy, úgy, nagyon. És hogyha egy kutat ki akarsz tisztítani, akkor teljesen ki kell szippantani, az összes kígyót, békát kiemelni a mélyéről, és akkor megint engedheted a vizet, vagy engeded, hogy megjelenjen a vízadó rétegből az áldott H2O. Ha ezt nem teszed meg, akkor a benne lévő hüllők beszennyezik mindig, mert a tudatalatti karmádat nem pucoltad meg nem szedted ki magadból. Hát a meditáció az erre való, és nem arra, hogy elképzeljük, hogy egy lágy aranyhomokos tengerparton, a napsütésben a hullámok lassan mosogatják a lábunkat. És ekkor megjelenik egy krokodil, ami halapja. Na, szóval ez az imaginált relaxáció pokla, és akkor innentől kezdve tudod, hogy az nem ez, hanem pont az, amit kérdezel, hogy kipucoljuk. Nem kellemes, nem is kellemetlen, egy idő után hozzá lehet szokni. Ez, érted, egyik szakácsnő sem mondja azt, hogy olyan csúnya ez a mosogatás. De főzni jó volt mi, azt szerettük. Hát akkor miért nem mosogassunk utána? Főzni kell megint, edénynek tisztának kell lenni. Na, ezért van az, hogy ezt megteszed, jól alszol, és jól is vagy ébren. A tudat nagyon sok rétegen keresztül tud menni elalvás és ébredéskor, és ha az ember így egy picikét éberen csinálja ezt, akkor látja azt, hogy mi mindent kell kikapcsolni ahhoz, hogy aludjon. Ezt felébredéskor jobb, hogy az éberség felé mész. Alváskor csak... Figyeld egy kicsit a lélegzeted, védj föl egy jó, relaxált tartást. Hogyha nem tudsz rögtön elaludni, elkezded számolni a lélegzetedet, egytől tízig és tíztől vissza egyig, és már a visszaszámolás ez már nem is szokott bekövetkezni. De hogyha ez sem megy, akkor tényleg meditációra van szükség, hogy kisöpörd a tudattalanodból azt a sok-sok mindent, ami ébren tart. Feleslegesen, mert nem tudsz pihenni. Jó? Utolsó két kérdés, kérem szépen. Mik az azonos pontok, és mik a különbségek a zen és az advaita tanítások között? Az advaita az egy nagyon nagy doboz. Abban van a védánta, abban van a téraváda, abban van a mahajána, tehát nem csak a buddhizmus különböző ízváltozatai, északi és déli, meg nyugati átadási vonala, keleti azért nincs, mert a buddhizmus keleten van. Tehát keletebbre már nem tudott menni, mert ott van a csendes óceán. Tehát északra, délre és nyugatra jött. A téravádában az annyira az advaita nincs, tehát a nem kettősséget ott nem a fogalmak és a praxis szintjén érik el, ott nagyon külön van a szamszára és a nirvána a dzsívátma és az arahat, tehát az érzékszerfeszkötött lény és a teljesen megtisztult lény. Tehát ezek nagyon elkülönülnek, de mégis az ellobbanás megvan, tehát azt is a, egy kicsit ilyen lojalitásból és a hagyomány tiszteletből az adva itt a tanok közé mondanám, miért? Mert az üresség az, mint központi elem megvan. És annak nincs tárgya. Ha nincs tárgya, akkor egységélmény van ha egy vallásnak vagy spirituális irányzatnak tárgyas célja van, akkor az nem advait, ott kettősség van. Ezeket hívjuk nem megszabadulás irányú utaknak. Ott, ahol valamilyen tárgyi cél, valamilyen idea, név, forma, elkülöníthető alak van, mint ideálkép, ott mindig megmarad, az ember és az ideál kettőssége. Ezt szoktam úgy jellemezni, hogy egy ö, okos kocsis nem üti a lovait, hanem egy répa csomót az ostor végén így belógat a lovak elé, a lovak elindulnak, húzzák a szekeret, rajta a kocsis, rajta a répa, és ez így szépen mendegél évezredeken keresztül. Az advaita tanoknál szükségszerűen nincs végső célt, vagy tárgy, ezért beszélünk a pillanatról és a jelenlétről állandóan. Nem kettősség alapú, közösség alapú, ezért az a buddha természet, vagy az az önvaló, vagy igaz természet, most taoizmus is ugyanez, az mindegyikünkben megvan. Minden jelenség lényege ugyanaz. És ezért a nem kettősségnél nincs így szigorúan vett út sem. Ez az út, ez egy ösvény, ami önmagába tér vissza. Úgyhogy a nem kettősség alapú tanok, azok valahol mind ezt a pontot érik el a maguk eszközeivel. Tehát az advaita az egy sokkal, de sokkal nagyobb doboz, mint a buddhizmus, a taoizmus, a védánta, mert a védánt az nagyon-nagyon az ez a hinduizmuson belül. Úgyhogy, ha valaki ezt a nevet a saját zásztajára tűzi, és közösséget alakít, azon belül választania kell egy hagyományvonalat, amelynek a módszertanát követi. Olyan, hogy elkülönült advait a hagyomány az előzőektől, amiket elmondtam, nincs. Uh -huh. Igen. Tehát valamilyen, kisebb dobozt választani kell, amely kulturálisan tanítóvonal szerint módszertanilag, történetileg jól elkülöníthető. Tehát az advait az sokkal inkább egy szemlélet, egy tulajdonsággyűjtemény, egy jellemvonás, hozzáállás, sem mint egy elkülönült hagyomány. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Ö, azt szeretném még kérdezni, hogy a bóthiszatva állapotot, csak így lehet elérni, hogy mindenféle gyakorlást beleértve a meditációtól kezdve, nem tudom, van talán ilyen, hogy mantrázza. Tehát az előírt gyakorlatok, csak így lehet? Lehet másképp is. A hagyományok közül igazán a zent ismerem. Uh -huh. ezt kicsit konyítottam korábban, Téravádát azt szerzetes kollégákon keresztül ismertem meg, meg könyveken keresztül. Tehát rengeteg módszert láttam, de igazából a zenhez értek. Most ezen kívüliek, fogalmam sincs is, ez rendjén van. Tehát nem tudom neked azt mondani, hogy csak ezekkel a módszerekkel lehet. Azt viszont uh -huh. tudom mondani, hogy ezekkel a módszerekkel biztos, hogy mennyi idő alatt, az már rajtad múlik. Valamilyen ez... módszer kell. Az én annyira zárt, hogy valamilyen kulcs kell, hogy kinyisd a kaput. Ezt a kulcsot meg kell találni, nyers kulcsot kiönteni, préselni, kireszelni, belepróbálni. Valamilyen módszer kell. Vannak a természetes bótiszotvek, akik nem tudják, hogy gyakorolnak, és nem tartoznak semmilyen hagyományvonalhoz. Én láttam ilyet, nagyon kevés volt, nagyon megszenvedtek érte, és az én meglátásom az, hogy előző életükben is megdolgozták ezt, és ők úgy döntöttek, hogy az úgynevezett úton kívüli meditáció gyakorolják. Tehát csak a mesterségüket, csak a, az életüket. Ott viszont igyekeznek nagyon jól látni. Feltakarítani a karmát úgy, hogyha megnézed a hagyományjal való összehasonlítást tükrében, még keményebben gyakorolnak, holott nem ülnek le meditálni, csak etetik a csukokat, gyalulják a deszkát, szeretik a családjukat, élik az életüket, de ezt nagyon tisztán szeretnék, mert megvan bennük az, hogy ébredjünk fel, ne szenvedjünk, ne szenvedtessünk, segítsünk másokat, csak ennek nem voltak hajlandóak határozott, hagyományos formát adni. Tehát ezek a rejtett bóthisszatvek. És nehezebb nekik. Megoldják, nagyon kemények, de mint megoldják. Az a, mint az a pásztor, akit a valamelyik videódban említettél, az nagyon, me Azt mindenki megjegyezte, és ez megvolt. Uh -huh. 91, vagy 90 nyara, inkább 91, az is lehet, hogy 92. Ennek, ennek a három évnek inkább két, 91, 92 nek a nyarán lehetett. Gyimesben voltunk fönt a Kárpáton, és találkoztunk egy emberrel, aki olyan volt, mint Sákja Moni Budha maga, tehát annyira tiszta volt, és annyira gyönyörűen csak pásztor volt, és megmutatta, hogy hol kasszál, és megmutatta hogy a birkáit, és a kutyákat, az esztenájában aludtunk, gyönyörű volt. És az az ember, az ott a köztisztelet középpontja volt. Tehát érezték az emberek, hogy ott van mit tisztelni benne. És kész. Semmi több. Minden egyéb lepattant róla. Oké? Okay. Köszönöm. Nagyon szívesen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy ma este eljöttetek, hogy ma a darmát ismét a felszíne hozhattuk. Őszintén remélem, hogy mindenki megtalálja az útját, melyen haladva együtt elérhetjük a felébredést, megszabadíthatunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet.